Ebben a kísérletben a forgatónyomatékot fogjuk használni arra, hogy ezt a mérlegrúdat kiegyensúlyozzuk. Jelen esetben a mérlegrúdon semmilyen súly nincsen. Hoztam egy súlysorozatot, ezeknek a súlysorozatoknak, illetve súlyoknak a segítségével fogom megpróbálni kiegyenlíteni a két oldalt ható forgatónyomatékot. Tudjuk azt a forgatónyomatékról, hogy M betűvel jelöljük, és a kiszámításának a módja az F/K képlet alapján történik, ahol az F az egyik oldalon alkalmazott húzóerő, a másik pedig a K, az pedig az erőkarja, amit a középponthoz fogunk mérni. Először egy-egy súlyt alkalmazok mind a két oldalon. Az egyensúly feltétele az, hogy a két oldalt a forgatónyomaték megegyezzen. Így látható, hogy sikerült kiegyensúlyozni, ha azonos súlyokat használok hozzá. Mind a két súly most 50 grammos, de nézzük, hogyan történik a kiegyensúlyozás, hogyha nem azonos súlyokat alkalmazok. Itt is egy egyensúlyi állapotot tudtam létrehozni. Mivel kétszer akkora az egyik oldalon található súly, mint a másik oldalon, ezért gondolhatnánk, hogy ebben az irányban lefordul a mérlegnek a rúdja. Azonban, mivel kétszer akkora súly, fele akkora erőkart használok, mint a másik oldalon. Ezért azt mondhatjuk, hogy a két oldalon ható forgatónyomatékok megegyeznek. Lássuk, hogyan lehet még egyensúlyt képezni. Így is sikerült egyensúlyt alkotnom. Itt háromszoros akkora súlyt használok, mint a másik oldalon, viszont az erőkar meg csak a harmada annak szintén, amit a másik oldalon is használok. Így gyakorlatilag különböző súlyoknak a segítségével is ki lehet egyensúlyozni ugyanazt a középponttál felfüggesztett mérlegrudat.